Otthon végzett munka és feladatok, viszont így is eljut hozzánk a művelődési központ széles repertoárja. Hogyan alakult és alakul át az élet a művelődési központban? Milyen új feladatkörök körvonalazódtak, milyen új módszereket kell alkalmazni? Maga az intézményrendszerünk is a közvetlen emberi kapcsolatokra épül. Most pedig a virtuális térben találtuk magunkat. Nagyon örülök neki, hogy gyakorlatilag egy hét alatt átszerveztük a honlapunkat, most a blogunk van az első oldalon, és oda teszünk föl tartalmakat, beizzítottuk, intenzívebbé tettük a Facebook oldalunkat. Az alapállás az az, hogy az elmaradt programjaink idejében valamilyen virtuális aktivitást teszünk, és aki követi a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, az látja. Nekünk azt gondolom, hogy nagy feladatunk a közösség megtartása. Ezen felül pedig a csoportvezetőinknek is át kellett alakítani a tevékenységüket, de akik legmesszebb álltak mondjuk az internet világától, ők is borzasztóan gyorsan és ügyesen alakították. Ezért is nevezzük a tevékenységünket összefoglalóan, a szakmai tevékenységet távművelődésnek. Nagyon sok új tartalom kerül föl, tehát az elmaradt rendezvényeket átalakítva, például nagy kedvence a biatorbágyiaknak vagy másoknak is, a Kis Eszter színművésznő által irodalmi te a házacskának hívott otthonról közvetlenül nekünk készített verses videója, de a bábosaink mesélése és egyéb tartalmak a kézműveseink pontról pontra fölveszik, és úgy küldik az anyagot, hogy kell kézműveskedni az otthoni anyagokból. Tehát igyekszünk nagyon-nagyon odafigyelni erre. A másik pedig, hogy az is feladatunk, úgy gondolom, hogy a közösségünkben magát a közösségi tudatot erősítsük, és a másiknak a megbecsülését. Ezért is indítottunk, és ez is meg fog majd jelenni, hogy bekukkantunk a szociális szférába, az egészségügybe, a gyógyszerészekhez egy köszönet erejéig, hiszen ők értünk dolgoznak. Az ablakok is benépesülnek rajzokkal, érkeznek-e már a gyerekrajzok? Központi tartalom, amire ráerősítünk, a rajzpályázat és a gyerekeknek a maradj otthon rajzpályázat. Egy-kettő már érkezett, és hogyha néhány lesz már, akkor is elkezdjük kitenni. Szokatlanul csendes mégis maga az épület is változik, hogyan? Gyönyörű, szép, új tetőt kaptunk. Alatta a munkatársam, a műszaki csapatunk már gyönyörűen rendbe tette a faluház régi épület részének a padlását, a világítást rendbe tették, és akkor onnan jövünk lefelé. Most az első emeleti szintén a tető problémák miatti beázások és egyéb ügyeket kezdjük gyógykezelni. Mire újra jöhetnek a látogatók, akkor az első szint is rendbe kerül, és aztán a földszintünk ugyanígy. Ott állami pályázati támogatás révén egy nagy meglepetés fogja fogadni, reméljük, a látogatókat, mert hogy teljesen megszépül, megfrissül a fogadóterünk, és ezek a munkálatok is most ebben az időszakban folynak.